Zenés fellépőkkel, játszóházzal, arcfestéssel és ugráló várral várták a legkisebbeket a szervezők a kanizsai gyermeknapon. A Megyeszai Ház körzetében rendezett eseményen vasárnap kora estig szórakozhattak a gyerekek. A fellépők egymást váltották az intézmény színpadán, forgatásunk idején a Mesélő Bőrön Társulat szórakoztatta a kicsiket, de bűvész bemutatóval és Pán Péter mesedarabbal is várták a gyerekeket. A Megyeszai Ház előtt az érdeklődők megnézhettek egy autóbuszt, valamint a rendőrség és a tűzoltóság járműveit. Nagyon tetszett itt, hogy a gyerekek itt tudtak játszani, és sok dolgot tudtak csinálni. A rendőrautó az tetszett, a tűzoltó az nagyon, a busz az nagyon tetszett, és az ugrálóvár az nagyon jó volt. A Magyar Turisztikai Ügynökség gyerekeket célzó programja szintén sok érdeklődőt vonzott. Hát szerintem jövünk majd ide homokozni a kajlához, ilyen homokos csinálni. És szerintem még ennyi, meg megyünk oda a rendőrös, az ilyen karszalagot, meg ilyeneket kérni. Sok kisgyermek valamelyik nagyszülőjével érkezett a programra. Akarják boldog, mikor mindenki itt jó kedve van, és mindenben bátran beleül meg minden. Én akkor vagyok boldog, én itten. A különböző bemutató standok mellett a gyereknapok elmaradhatatlan kellékei, mint az ugrálóvár szintén sok fiatalt vonzottak vasárnap délután.